Milyen tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársam! Boldog karácsonyt kívánok! A Samu, átjössz? Megérkezett a PS5-öm, ez lesz a legkirályabb karácsonyunk! Megyek, csak fel kell vennem a koronavírus elleni szkafanderemet! Ó, de gáz, hogy csak egy 15 kilós szkafanderbe lehet kilépni az utcára! Kész vagyok! Végre! Samu? Jó napot szeretne adakozni a szegényeknek karácsony alkalmával! Ma, humbug! Samu? Felkészültél az új Star Wars Friday Specialre? Samu? Itt vagyok végre! Kapcsold be a PS5-öt! Ez lesz a legkirályabb karácsony! Kapcsold már be! Még el kell fogadni a felhasználási feltételeket. Ezzel beleegyeztek, hogy eladjátok nekem az összes szabad időtöket, és a rabszolgáim lesznek a következő konzol generációig. Nézd, roppancs! Ott van a PS5. Ha ezt is elraboljuk, a teljes karácsony tönkre tesszük a városban. Milyen ördögi terv? Nem hiába neveztek ördögi Gersonnak. Igen, és a karácsony elroblását biztos nem a Grinchből loptam. Még jó, hogy nem láttam a filmet, Gerson papa. Azon a két emberen nincs maszk. Remek megfigyelés, kollega. Azon a négy emberen nincs maszk. Most megfertőzöm őket. Hamarosan bekapcsolják a PS5-öt, amit azért hoztunk létre, hogy mindenkit a rabszolgánkká tegyünk. De lassan tölt be! Nyugi, úgyis az egész karácsonyt végig fogjuk játszani. Igen, de a karácsony nem csak az ajándék PS5-ről szól. Mi van a rengeteg emberrel, akik nem jutnak hozzá a PS5-höz? Jaj, Bob elkezdett a karácsony lényegéről okoskodni. Míg mi élvezzük a meghitt ünnepet a PS5-tel, addig sok család nem engedheti meg magának a legújabb konzolgenerációt. A karácsony a szeretetről és a megértésről szól. De mi van, ha a szeretetet nem tudjuk karácsonykor átadni, hiszen előbb én is kidobtam egy adománygyűjtőt. Lehet, engem is tönkretett a karácsony előzletesedése? Jaj, Bob unalmas okoskodása! Ha, miénk a PS5? Aj, mi az már megint? Sose tudunk játszani! Ácsi-ácsi maszktalanok! Le vagytok tartóztatva? Mi a fene? A rendőrök miért nem az ajtót használják? Hát volt egy kis robbanóanyagunk és... boldog karácsony! De legalább véget vetett Bob unalmas karácsonyi okoskodásának. No, játszunk! Hát ezek eltűntek. De én itt vagyok, haha, boldog karácsonyt! Hol vagyunk? Ó, Bob, a nagy bölcs! Hallottuk a karácsonyi beszédedet, és végre megértettük a karácsony igazi lényegét. Hát de én csak nyáras hülyeségeket beszéltem. Annyira mély hatással volt ránk a beszédet, hogy leálltunk az invázióval, és tönkretesszük az összes PS5-öt. Micsoda? Nem lesz PS5? Ne! Ez a legrosszabb karácsony valaha!